A körülszabdalt kis Magyarország északi határának közelében, Nógrád megyében van egy Horpács nevű falucska, amely arról nevezetes, hogy itt épített magának kúriát Mikszáth Kálmán, amikor országgyűlési képviselői javadalmazásából, valamint az írói és újságírói honoráriumából már erre is futotta. A nagy palócnak nem adatott meg a hosszú élet adománya, de azért szép és alkotó időket tölthetett Horpácson. Sejtette ő ezt, hiszen amikor új birtokának parkjába az ország minden részéből tisztelői küldeni kezdték a nemes facsemetéket, az író a tőle megszokott kesernyés humorral azt találta mondani, hogy mire ezek a fák felnőnek, és dús lombjuk az enyhítő árnyékot adja, ő már csak a gyökerükben gyönyörködhet. Leülhetek? Miért ne ülhetnél le? Arra találták ki ezt a padot, hogy aki le akarja magát fotografáltatni velem, annak legyen hova leülni. Ahogy így elnézlek, az jut eszembe, úgy hírlik, hogy az országban kevés a gyerek. Hát én ezt nehezen hiszem el, mert egész nap csak gyerekek jönnek ide a padra. És most a téli zimankóban felbukkan egy korosabb tisztelő. Alig, hanem késői kollégám vagy, nem? Félve vallom be. Mitől tartasz? Hát bizony Kálmán bátyám annak idején jól elbánt a kortárs írókkal, még az öreg Jókaival is. Azt írta róla, hogy az agyának a fele cukorból van. Nem hiszem, hogy örült neki az öreg. Ötvös Károlyról meg azt, hogy nem szívesen jön fel Abáziából, hogy a parlament munkájában részt vegyen. A sikertelen írókat könnyebb szeretni. Téged például igen megkedveltenek. Két bodony édes rőjárté ott anyád, na de jó da gyere kis angyalom én hozzá, de megmutatom a főszfa bokra ostanyámat. Közepébe két szál jeganyafámat. Én úgy érzem, nagyon nehéz meghatározni, hogy mi az, hogy palóc. Volt néhány évtizeddel, másfél évtizeddel ezelőtt egy nagy palóckutatás, illetve hát akkor ért véget egy nagy palóckutatás. Az EGRIEK, a Heves megyei múzeumigazgatóság szervezte, Bakó Ferenc neve fémjelezte ezt a kutatást. Hosszú-hosszú éveken keresztül tartott, eredményeként megjelent a négykötetes palóc monográfia. Hogy mit jelent a palóc egyébként? Én szerintem elsősorban nyelvjárást jelent csak. Szóval olyan nagyon nagy közösségtudat nincsen, mert ez egy óriási területen, körülbelül 6 vagy 7 vármegye területén fekszik ez a, vagy található ez a nyelvjárás. Nem volt nekik még egy olyan középkorban használatos ugye kiváltság levelük sem, mint mondjuk a jászkunoknak, vagy a hajdúknak, vagy a székelyeknek, ami összefogta őket. És egy nagyobb azonosságtudatot fejlesztett ki. Nálunk ilyen nem volt. De viszont a hétköznapi életben ezt könnyen észre lehet venni, akkor, hogyha valaki palóc. Elmentem Egerbe, ami a palóc és a nem palóc nyelvjárás határterületén fekszik. Itt beutazó embereket hallhat az ember az utcán, vagy akár a buszpályaudvaron is. Elmegyek oda, beszélgetek hevesiekkel, nem palócokkal. Jól érzem velük magamat, és jól el tudunk beszélgetni. De amikor egy palóccal találkozom, aki palócul is beszél, abban a pillanatban én is akaratlanul is átváltok palócra, és valami olyasmit érzek közben, hogy én otthon vagyok. Mert a gondolkodás módjába is bele tudom azonnal élni magam. Azonnal ott érezhető, abban a pillanatban érezhető ezt, hogy van valamiféle sajátossága a gondolkodásmódunknak, de ezt én egyszerűen nem tudom elmondani. Meddig palóc itt Palócország? Hát, tulajdonképpen Zaborájáig. Az Oborája most már egy sziget, mert nagyon nagy elszobálkosodás folyik a környéken minden kísérlet ellenére, de még az a nyugati palocsághoz tartható. És hát keleten pedig szintén a
észak-keleti nyelvjárás, itt tehát nem tudom, kassát mondjam mi vidékünkön, rozsnyói mindenképpen. Két folyóval kéne meghatározni akkor. Hát akkor azt mondanánk, hogy a Vágtól mondjuk a, mit mondják, Ronyvai, Bodrogi, Ronyvai mindenképpen. És felfele? És felfele egyre szűkül, mert a szlovákság egyre jön délebre. Tehát itt annyira keskeny sávban vagyunk, hogy Losonc 16%-ával még mondjuk Palóc városnak tekinthető, Rozsnyó, Rimaszombat, itt a környéken a legnépesebb magyar város. De ez a népesség nem azt jelenti, hogy a város lakosságának több mint a fele magyar, hanem már sajnos kevesebb, mint a fele. Palóc az nektek jelente valamit? Elvállaljátok-e örömmel-e, vagy? Mert tudjátok, az régebben csúfoltak bennünket ezzel. Most hogy állunk? Egész jó. Vállaljátok a palócságot? Igen, jobban csodolnak minket, ahogy beszélünk. Melyik falvak vannak itt odát a túloldalon? Velünk Átellenben, tőlem balra, itt a Bozótostól nem nagyon lehet látni Őrhalom. A jobb oldalamon pedig Hugyag falutornyát látjuk, és ez a három falu Ipolyvarbóval alkotott egy néprázi egységet, ami annyit is jelent, hogy a rokonság is, a viselet, a ruhaviselet, a népdalok, tehát a népművészet ennek a három falunak teljesen megegyezett. És mennyit kell most menni ahhoz, hogy mondjuk Hugyagra vagy Őrhalomra eljussunk? Ipolyvarbóról Balassagyarmatig 17-18 kilométer, onnan egy másik körülbelül 10-12 kilométer, tehát ennyit kell kerülni annak, aki rokoni látogatásra Hugyagra vagy Őrhalomba kívánkozik. Azon a helyen állunk, ahol a háborúig egy híd vezetett át, aztán a második világháborúban ezt a hidat felrobbantották, mint ahogy a templom tornyát is. A templom tornya szerencsére felépült, a híd nem. Ez volt az egyetlen híd, amit itt az Ipolyon tönkre tettek? Nem, sorozatban tették tönkre. Tőlünk 7 kilométerre Széchenyi-Kovácsnál volt egy híd, ez a Losonc-Balassagyarmati főútvonalon feküdt. Annak a roncsait most, ha jól emlékszem, 3 évvel ezelőtt szállították el a hulladékba. Különben olyan volt, mint a most átadott Mária-Valéria híd, Párkány és Esztergom között. Kint a pusztán magam lakom egyedül, de nékem csak a sárga rigó heged. De a rigó is azt pötyöldi hajnalba, kaj fel a juhász megviratt a tanyába. Hát mostan ebbe... Ebbe járunk énekölnyi, féllépnyi, 72 tűmon, immon, nagyon sokat immon. Megkaptam a kiváló népművészet mester címet is. Hát majd felteszem egy cseppet. Jó. Így, mondom, nincs véve. Mindjárt fiatalodik, vagy 10 évet. Lavosa. Na, hát az a jó. Úgyis azt mondták, hogy mikor felhallunk a színpadra ilyen díszbe, hogy egészen fiatalok vagyunk, nem ismernek ráunk, azt mondja. Én is ezt tapasztaltam a saját falumba. Pontosan. Megigazíthatom? Igen, ha azért mondom, hogy nézzük meg, hogy... Már itt a... Így most na, már jó. Na. Jó van? Gyöngy is még van, egy gyöngyömi. Ez olyan jó dróga. Mert valamikor a gyöngy volt a minden, a gyónyoknak, meg a szallag. Hát nekünk is egyébként a Mátra aljába Cseszkóból csempészték a gyöngyöt egyébként. Mert itt a csehek csinálták ezt igen, valahol. Igen, és még a kö, még azt a kötinye, ment így a kötiny. Ezt ismeri azt a... közmondást, hogy az asszonynak nagy köténye van, sok minden elfér bizony, alatta. Meg így a zsebkendőté. Egy szár rozmaringa, a dízsebkendő, meg az imakönyv. Imakönyv. Nálunk az úgy ment. Igen.
De az énekben is van, hogy olvasói sima könyv van kicsi kezébe, régi szeretője van az eszébe. Felültem a kemencére, leégett a szoknyám széle. Széle, a széle, a szoknyám széle, megver az uram estére. Ki az urat nem szereti, sárga lép a közön néki. Jól meg is sózza, de paprikázza, hogy a hideg is hírázza. Jól meg is sózza, de paprikázza, hogy a hideg is hírázza. Fiatalok egyáltalán nem csatlakoznak hozzánk. Sőt, ha hívjuk őket, rá fogják, arra nem érnek rá. Még el vannak foglalva, több része a tanulással, meg mennek a diszkóba, őket jobban a diszkó érdekli. Úgyhogy nem a magyar nóta, meg a régi hagyományok. Hát még nem is nagyon érnek rá. Van egy nótás, vagy egy táncos csoport. Akik dolgoznak, még gyerekük van, azok ezt nem csinálhatják meg, mert azok nem mehetnek el ennyi ideig Egerbe, meg mindenfele tanulni, hát azok nem tudják ezt mit csinálni. És hogy itteni Lagziba azért mégiscsak mulatnak a fiúk meg a lányok. Az biztos, az biztos. És akkor nem tudják ezeket a félrehúzónak. Akkor félrehúzónak, mikor ilyen magyar nótalkot, vagy ilyesmi nótalkot énekelő. Akkor elhúzónak félre, hogy ez nem jó, mert ez nem swing, mert nem mit tudom én, minek nevezik. Pedig mink azt is el tudjuk táncolni, amit ők tudják, de ők a miénket nem tudják. Kis, indítunk figura, és indulunk forogni jobbra. Megáll itt, jó? Megint, lép egy kevéske és balra. Nézzük ezt közösen a zenére. Fok. Figyelj! Egy, két, hát és jobb! Bal! Annak idején, amikor a szép magyar beszédre készültünk, és nem a prózamondó vagy a szavaló versenyre, akkor a kiejtésünk miatt bizony hátrányos helyzetbe kerültünk. Mondván azt, hogy túl palócosan beszélsz, túl kerekek azok az ák, és hát most ettől ebben a versenyben itt nem teljesíthetsz kellő fokon. És most pontosan ebben az esztendőben nagyon büszke vagyok az egyik tanítványomra, aki eljuthatott nem csak az országos döntőig, hanem azon túl is az anyaországban vetélkedhetett Sátoralja Újhelyen, ahol fölhívta a zsűri elnöke a figyelmet arra, hogy igen, ezeket a kiejtésbeli hátrányokat felejtsük el, mert ezek már nem hátrányok, hanem előnyök is. Büszke vagyok erre, hogy most már a gyermekeink is elfogadják, és nem játszanak rá a kiejtésre, nem próbálják elfelejteni, hanem természetességükben megőrzik ezt. Annak még egy suhanc fia, Jancsinak hítok. Azt mondja egyszer a legényke. Édesanyom asszony, szétnézek a szomszéd faluba. Keresik egy szép jön magamnak, mert nólunk nem tanulok. Várja, fiam, messzőm ezt a 10 vásznat, várok neked gatyót belőle, ha olyan nadlegénynek tartod magad. Bizsérgett a Jancsi véri, nem győzte ki varnyá gatyaszövést. Elballagott gatya nélkül. Szerencsé volt, mert megösmerkedett egy igen szemre valójonval. Addig udvarokat ott a jónyus hozno, hogy rosszagadt az este. Mondja okosz neki. Hojancsi te, maradj itt éjszakorra. Ne indulj el ebbe a feneketlen sötétségbe, mert mi ródi ezt valaki. De Jancsi csak szabódott. Arra gondolt, hogy hát, mi se feketlét idegény hozna, gatya nélkül. Nem maradhatok, nem állhatok, hát anyom még azt hiszi, hogy valami bajom történt. Akárhogy marasztáltok, fárrahon borsó volt minden szó, mert Jancsi nekiindult az éjszakának. Ki tartja magát palócnak? Igen. Hát van olyan, aki te nem tartod, ugye? Én. Nem mondtad, egyik kisfiú nem mondod. Nem. Miért? Te hova való vagy? Fülek ide, nagyapám, ő nem ide valósi. Mitől palóc a palóc? Hát elsősorban a nyelvétől,
a nyelvjárásától, a mentalitásától, magatartásmódjától, gondolkodásmódjától. Nagyon érezhetően elkülönül, én úgy gondolom, és egy sajátos ízta. Tehát amit akár a mai közös napunk során tapasztaltunk, hogy két perc ismeretség után már is ilyen kis poénok, kis történetek, kis epizódok jelennek meg egy embernél. Nyilván más tájegységek népénél is megvan ez a fajta nyitottság, de ez a fajta humorra való kihegyezés, ez az anekdotázás, úgy gondolom egy sajátos ízt ad azért ennek a régiónak, és ez még a mai 21. században is nyomon követhető és tetten érhető. Édesanyám asszony, várjék nekem gyorsan legalább egy gatyót, mert legény vagyok, udvarolgatok. Ha ott marasztálnak éjszakóra, nyuszkón maradok. Jó van, fiam, leszűttem a vásznat, három rűvből várok gatyót, a többit meg későbbre hagyom. Mire készen lett az anyja, Jancsi már kibújt a bőriből, úgy örült a gatyónak. Maga óra húzta sebisem, aztán vígan fütyörészve szedte a lóbót a szomszéd faluba. De nagy izgatott csógóba, még csavarodott a hasa. Egy bukor megett, letoltán a drogjót, de a gatyóról még feledkezett, nem volt hozzászokva. Puff bele! Mit volt, mit tenni? Letolta végül, tiszta romosta a patakba, aztán kiakasztotta a bukorra szóranyi. Ő még leheveredett, míg a gatya szóradt, hát el is szenderedett, majd jó sötétedett, mire felébredt. Hű, a terem burójat, szépen ott aludtam a délutont. Nyáka közi bekapta a lobot, szaladt a szeretőjé, összébe sütött a szóradó gatya. Mikor a jányoshoz hírt, megnyugodott lassan, mert a jómmó a kapuba várta. Büszkén fölszegte a fejt, mert eszébe jutott, hogy ő ma nem sajnos gyerek többé. Igazi legény, hiszen gatyója is van. Mondja is a Jónnak, no Mariska, ma itt állhatok nálatok, mert ma nekem is van. Mi van neked? Háj, mi van nekem? Majd mindjárt megmutatom. No mutasd! Mert megöl a kíváncsiság. Letolta Jancsi a nadrágját. Térdig! Mariska meg összecsapta a kezit. Úristen, de hosszú! Ez hosszú, mi hétről otthon maradt. Mariska úgy megijedt, hogy beszaladt a házba. Jancsi meg akkor nézett végig magam. Azt látta, hogy nyuszkom van. Szégyen letibe, félrontotta gyorsan a drogjót, ott szaladt hazafelé. Tommy most is szaladt, ha haza nem ért. Nekem színjátszó csoportom van, diák színjátszó csoport, ahol azért mi is próbáljuk őrizni a néphagyományokat, úgyhogy többnyire balladákat dolgozunk föl. Kicsit humorosan, fiatalosan, diákos módon, és akire nagyon büszke vagyok, akikre nagyon büszke vagyok, az pedig még itt a Rekonca Néptánc csoport, amely a Csemadok és a Művelési Központ keretein belül működik. Ez az nagyon jó. A palótság a falvakban virágzik, ez nem véletlen, hisz a városi társadalom az rendkívüli módon egymásra épült, nagyon átalakult. A falusi társadalom pedig a legritkább esetben változik, szóval sokkal kevesebb a változás a falusi társadalomban. Generációk, évszázadok során ugyanott élnek, míg a városi polgárság, munkásság, értelmiség esetében ez nem így van. Ők sokkal mozgékonyabbak, könnyebben helyet változtatnak. Gondolom, Pista, most te úgy érezheted itt magad, mint Béla király, mikor a tatárjárás után hazajött az adriai tengerpartról, aztán körülnézett, hogy mi maradt, mi? Igen. Körülbelül úgy néz ki. Mi köt téged ehhez a helyszínhez, ahol most vagyunk? Ehhez a Kazanhari Termelő Szövetkezeti helyszínhez az köt, hogy 1959. március 21-én Vizsláson megalakult a Termelő Szövetkezet,
és 1970-ben már akkor összesepertek bennünket. Vizslást, Mátraszelét, és Kazárt és központi majorra vált, és az között ide engemet legjobban, és a munka. A másik pedig ez a két lakiság, ez nagyon jellemző a magyar parasztságra azon a vidéken, ahol ugye gyors iparosodás kezdődött a 19. században, vagy 20. század elején. Ugyanis a földtől megválni nem olyan könnyű. Tehát hiába volt közelben ipar, mondjuk bányaipar, a parasztság, bár a jövedelme nagy részét egy idő után már a bánya jelentette, még nagyon erősen kötődött a földhöz. Itt a kazári telepen már az utóbbi időben 700 darab szarvasmarha volt, ebbe volt 240 darab fejőstehén. Több ilyen üszők, hízómarha, sőre, a hízó vikák, ugye, és sportra hízalalódott, az volt is. Volt nekik 3 nyájbirkájuk a szövetkezetnek. És hova lett ez a rengeteg állat? Ez a rengeteg állat, amikor jött a rendszerváltás, ez úgy eltűnt, mint Pecske szeptemberbe. Ez eltűnt teljes egészében. Ki erre vitte, ki arra vitte, lényeg az, hogy nem maradt semmi, csak a romok. És azért itt épületben, meg faanyagban, meg minden, amit lát az ember, az se semmi, amit itten lassan pusztul. Hát nagyon szép telep volt, ez rendben vett telep, és most, ha megnézik, 2001-ben bizony, hát itt csak sírni tud az ember. TSS-ítés ugyan erőszakos módon történt, de megtörtént. Nem megtörtént, én nem lehet tenni. És ma, 2001-ben már nem lehet ott folytatni, ahol 1950-ben abba hagyták. Milyen lesz ennek a telepnek a jövője? Hát most megvették Bernel nevű szentendrei koma az összeset, az összes telepet, itten az egész földet bérli, amilyen 880 hold a vizslási hata, kazáriból nem tudom mennyit bérel. Hát, hogy ő sztálpra tudja jelíteni, nem, de a kis terénye üzemet is megvette állattenyésztéssel együtt szaklipakli. Nagy hal mellett a kis hal ugye megét. Mamma, akik ugye vállalkozásban vannak, ez nem pizet a kávézási. De a bányászok ugye bejártak, ugye olyan bányász is volt, aki azt se tudta, hogy miért jár be. Felvette a fizetését, azt sikta. Bújtatott létszámba tartottak, ma nem fizetnek ilyet. Ez még rosszabb, Arany Józsi barátom, mint mikor mind kezdtünk 1960-ban. Mert akkor újból kellett kezdeni, most a vackot, amit tönkretettek, ezt kell újra építeni, se sokkal rosszabb, nehezebb munka. Pontosan nem tudom megmondani, de az 50-es évek végén, 60-as évek elején még születtek itthon. Mert én 60 május 10-én kerültem innen el, kisbíró voltam. Még engem 58-59-ben úgy rémlik, hogy még állítottak meg, hogy álljál meg gyerek, nem jöhetsz. Mert szülés volt bent. Sok gyerek születik? Fenét nem, egy-kettő. Mi a kettőt is nagyon még lehet választani ma most. Hát a tévéből nézem, 1,3% a szaporonos, az semmi. Anyósom, ahonnan én nősültem, 9 gyerek volt. És olyan gyorsan léptek egymás után, hogy volt olyan rossz gyerek is benne, hogy a derekára kötőt kellett kötni, madzagot, cigamberet, madzagot, hogy el ne szaladjon, mert még azt se vártam, hogy a kumpéláska mesüljön. Ez a község 30 év múlva, hogyha 300 főt megüti, akkor én kalapot emelek. Ma én nem érem meg, de szeretném megélni, mert ahogy fogyunk, és hülyeség kijelenteni, de én azt mondom, hogy majd egy más nemzetségnek, vagy egy más népnek, vagy valakinek a rabszolgái leszünk, és ez minden magyar ember így lesz. Mert már azok vagyunk,
és még jobban belehajtanak bennünket, és mindig becsapnak, és mindig kihasználnak, és kihasználnak, és kihasználnak. Nagyon drasztikus dolgok jönnek. Itt minket egyre jobban folytonak, és ennek nem kell ma, mint csak a parton nálunk, minket ma csak meg kell lökni, azt meg is futunk. Hogyha ezen nem változtatnak, akkor nekünk végünk van ennek a rétegnek. André, gyere ide, azt Erzsikém, adjad neki onnan az alsó ruhajat, aztat. Hozd ide. Jó, majd felked lesz. Azt majd nézd meg, hogy jó van-e neki. Hátul, hogy lesz összetéve. Ja. Nem lehet ezt a szoknyát egy kicsit feljebbre kötni? Feljebbre. Jó van ez így. Jóska. Rosszom semmit. Na, most leengedem. Utána hozzad a szoknyajat. Andikám, te hányszor játszottad már a mennyasszonyságot? Jóska, én 96-ba kezdtem, és még azóta nem fejeztem be. És jó néhányszor ezek szerint voltam. És hol és hogyan? Legelőször, mikor itt a legelső falunapot megrendezték, akkor kértek meg rá, hogy öltözzek föl menyasszonynak, és játsszuk el, hogy hogyan történt régen a palóc lagzi. Én elvállaltam, aztán lett belőlem fátylas menyecske, ami maradtam, de nagyon szívesen csinálom a menyasszonyi öltözéket is. Fűződik ehhez valami babona? Én úgy hallottam, hogy ha egy lányt a mennyasszonysága előtt fehérbe öltöztetnek, akkor soká megy férjhez. Én ezt hallottam, mondjuk én nem hiszek benne, de... És a te esetedben mire számíthatunk? Hát én nagyon remélem, hogy jövő augusztus közepén férjhez megyek. A fiataloknak a nagy része szégyelli, hogy ő palóc. Ez biztos. Mert bekerül Egerbe, vagy bárhova, a városba, olyan helyre, ezt rögtön kiszűrik, hogy ez palóc. És aki nem bír megverekedni a palócságai, az ki is utálják, vagy esetleg kigúnyolják, ha nem is utálják, de valahogy úgy érzi az ember, hogy ki. De aki meg tud érte verekedni, az is marad. És nem, hogy majd kinevelik a palóc menetből, a palóc rendből és a palóc múltból, hanem sőt, ők válnak palócca. Mert nekem van ilyen példám például, amikor én katona voltam, én egy országos helyen voltam katona, ahol az ország minden pontjáról volt, és alig voltunk palócfélvidékiek, voltak, akik ki akartak csiszolni, hogy majd kicsiszoljuk a kis palóc srácot egy kicsit, és a végén nők lettek palócok, amikor hazamentek szabadságra egyebek, az ő szülei vették észre, hogy hát te gyerek, veled mi van? De akkor ez mégiscsak azt mondott, hogy ez nevelés kérdés. Hát ez természetes. Hát akkor én látok reményt abban, hogyha valaki megtartja a hagyományait, és ezt jól csinálja, akkor a gyerekei tovább viszi. Megtartani meg lehetne, de hogy? Hogy tartsák meg? Ez itt a kérdés, ez nem olyan egyszerű dolog, hol vannak azok a igazi palócnapok, népi ünnepélyek, amik voltak, hát itt nincs népi ünnepély ma, hát ez semmi, ami most van. Hol vannak a virslis, kolbászos, majálisok, stb., ahol népviseletbe felöltöztek, stb. Most, hogyha jó körülnézel, te ma voltál községben sokszor, egy néhány 50-en, 60-on felüli akárki, csinálja azt, hogy felveszi a népviseletet. Egyébként ma a fiatalokra nem bírod ráhúzni, csak aki még olyan kicsi, hogy rá kényszerítik, hogy de vedd fel kislányom vagy kisfiam. De ő már nem azért veszi fel, mert szereti. Ő már nem azért, mert fel kell venni. Megmutatjuk magunkat a tévének, egy cseppet és kész. Fáj a szívem egy szép barna kislányra. Én utálom senki szíve ne fájjon. Hajabára, Egri bára,
forduljon meg. Én ezt a nenémtől tanultam el, Borcsa nenémtől. Úgy a csipkekészítés, mint a menyasszony fogyórakos. De amúgy olyan voltam gyerekkoromban is, hogy én nagyon szerettem babuzni, mert akkor még úgy mondtam, hogy babu. Hát ez a szenvedélyed meg is maradt. Nekem még. Most Andi, tőled kérdezném meg, hogy a saját esküvődet hogy képzeled el? A saját esküvőm már az új kor szerint fog történni, tehát a régit akkor fogom tenni. Akkor fogom letenni, amikor férjhez megyek. Sorra alakultak újra ezek a hagyományőrző együttesek, és nem volt anyaguk. Miért nem volt? Azért, mert azok, akik től valaha összegyűjtötték, azok már kihaltak, és nem adták át a következő generációnak. Jöttek a néprajzgyűjtők, összegyűjtötték, nyomtatásban megjelentették. Iskolában a gyerekek ezekből a gyűjteményekből tanulnak meséket, mondókákat, kiszámolókat. A mai olvasókönyvekben is fellelhetők bizonyos állatmondókák, viszont más szöveggel, csigabigáról, kakasról, tyúkról, és érdekes a gyereknek is hallani azt, hogy valamikor a Palóc vidéken az ő dédnagymamája vajon hogyan mondta ugyanazt a mondókát. Egyedem, vegyedem, zöldmező, nem vagyok én félkezű, Isten kovácsa vagyok, Szentpál lovat patkolok, fényes szeggel szegezem, vaspálcával kongatom, kong, kong, Péter bácsi, szent kívet ki, ad ki, dob ki, minden ebből ezt. Ti vagytok a lovat? Oh. Jöhet az első! Egy, kettő, három, négy, öt, megvan, jöhet a következő! Van az életben népcsoportban egy elég nagy nyakasság. Időnként nagyon nagy szókimondás, ami akár a durvaságig is elmehet, és ami nem biztos, hogy megsértődünk. Azon kívül pedig van egy pici szégyenérzet manapság. Az értelmiségnél, ahogy én észrevettem, a szókincs az kissé megkopott, megkevesbedett, és hát viszont a hétköznapi emberek, akik ide átjönnek vásárolni, és itt találkozok velük, azok viszont talán szebben is beszélik sokszor, mint mi. A néprajzosoktól hallottam, hogy van palócvidék és palócos. Most én még hozzátennék egy új szót, hogy sokan most már palóckodnak. Tehát rájátszanak a palócságra. Illik ez? Annyira illik, hogy Mikszát is rájátszott. Igen. Ugye neki a parlamentben a Palóc volt a neve, nagy P-vel. Ugye, Tisza Kálmán is mindig azt mondta, hogy mikor ott Mikszát kint szivarozott a parlament folyosóján, mert azért bemenni nem esett jól, mert azért érdekesebb történetek estek meg kint a folyosón, mint bent az unalmas ülésteremben, hogy na mi van te nagy Palóc, már megint miben töröd a fejed, és Mikszát mindig megőrizte a Palóc dialektusát, tehát ezt a furcsa áhangzású beszédet. Én szerintem egy kicsit rá is játszott erre, nem volt rá szüksége, de érezte, hogy ő ezzel a karakterisztikus jegyekkel más, mint a többi. Talán nem sértem meg Kálmán bátyámat, ha mondok valamit. Keményebb bronzból vagyok én, öntve annál, hogy megsértessél. Hízelegni nem akarok, de előre kell bocsássam, hogy nem csak Homérosz adott állandó díszítő jelzőket híveinek, ebben mi magyarok is sikeresek voltunk. Ahogyan a legnagyobb magyar
az idők végezeteig nem lehet más, mint Széchenyi István, a hazabölcse pedig Deák Ferenc. Hát ugyanígy a nagypalóc mindörökre Kálmán bátyám marad. Na, na, ne dicsérj szembe, mert még elpirulok. Palócföldön anekdóták minden időben születtek, és születnek ma is. Na végre, eljutottunk ahhoz, ami igazán érdekel. Na, mondjad hát szépen, sorban, egymás után. Tudja, Kálmán bátyám, hogy a fővárosban van egy Mikszáth Kálmán tér? Azon áll egy kőszobor. Művészkörökben az a pletyka terjeng, hogy eredetileg ezt a szobrot Rákosi szobornak faragták ki, csak amikor a diktátor megbukott, hogy ne vesszen kárba, ráforogtak egy új fejet. Mivel Rákosi olyan testes ember volt, zömök ember volt. Csak nem azt akarod mondani, hogy... Fel ne ugorjon már, Kálmán bátyám, hiszen legalább tucatnyi Mikszáth szobrot tudok felsorolni a határon belül is, meg túl is. Még az erdélyi választó kerületében is kapott emlékművet. Számtalan palóc anekdóta van az apróságok rovatban, vagy későbbi írásaiban, a nagy regényeiben is feltűnik egy-egy furfangos figura, mert azért a palócokról volt egyfajta pejoratív ítélkezés a 19. század végéig, hogy kicsit gügyék, hogy finom legyek, tehát kicsit ostobák, de nagyon ravaszok. Nagyon nehéz túljárni az eszükön, és amit nagyon akarnak, azt elérik. Mikszáth viszont azt mondta, hogy nem ostobák, hanem nagyon bölcsek. Egy évezredes élettapasztalattal, egy évezredes megmaradási törvénnyel és erővel állnak itt, ezen az egyre táguló vidéken, mert, és erre Mikszáth megalkott egy új fogalmat, a palócországot, ugye? És miután ez egy olyan ország, amelynek nincsenek határai, hát nem vitás, hogy a 21. században egyre jobban tágul, mert most már büszkén vállalhatjuk. Te is, én is, a harmadik is, akik itt születtünk, pedig mi nem beszélünk palócosan, nem ismerjük a népviseletet, soha nem is használtuk, viszont felnőttünk egy olyan irodalmon, amelyet Mikszáth vezetett, de amelyben ott van a palóc népmesegyűjtemény, ott vannak a palóc népdalok, a palóc anekdóták, a palóc kultúra, tehát gyakorlatilag ez az egész életünket meghatározta úgy, hogy már valljuk, hogy palócok vagyunk, mert büszkék vagyunk rá, holott tudatosan nem készültünk palócnak. De ez, ami így további egy népi kultúrában, egy népi gondolkodásban, egy népi mentalitásban, ez azt jelenti, hogy Mikszáth is, meg az általa teremtett fiktív és valóságos palócvilág is igenis hat, és hatni fog. Ez benne a gyönyörű, és ezért más, mint ez, mint a néprajzi tudás. Sajnálod-e, hogy egy kicsit rezervátumá válik ez a dolog, és szinte feltámaszthatatlan? Sajnálom, mert azok szép idők voltak. Összejártunk, szomszédok, utcabeliek. Majd csak nap, mint nap, estérő, estére. Gyerekek vacsoráinkat együtt fogyasztottuk. A fiatalasszonyok fonóba jártak, mulattak, énekeltek, szórakoztunk a magunk módján, és most van olyan időszak, olyan esztendő is, hogy a legközelebbi szomszédomnak az ajtaját egy esztendeig se nyitom be. Se ő az enyémet. Köszönünk, ismerünk egymást, látjuk, de ezek a régi dolgok elmaradtak, a régi kártyázások, egyebek. Úgyhogy ezt sajnálom, mert ez szép dolog volt, mert az embereket együtt tartotta, és most nem találkozunk csak akkor, hogyha baj van. Viszont kérlek szépen, vannak ezek a csodaszép szappanoperák, gondolom itt elnézegetitek, ugye? Elnézzük, de már annyira egy kapta fára megy, mint hogy ez most már elég, mert majd csak nem akar mellé csatornára kapcsolsz, mindenhol az van. A téma ugyanaz. Majd csak nem a szereplők is, ugyanazok, úgyhogy már majd csak nem családtaggal váltak, már olyanok, hogy minden nap látjuk. Most már jó volna egy kicsikét máset is nézni. Hát mondtad is, hogy azért már nem nézitek annyit, mint régen. Hát nézzük, mert nincs más. Nincs más. Akár hova kapcsolsz, az van. Szappanopera van, és ez van. A brazil kultúra mutatja nekünk, azt hozzák befelé, és a milyenkéből, jóformán már nincs is semmi se, és hogyha erre kapcsolnak, vagy véletlenül olyan van, akkor 10 ujjal nyomjuk a gombot, hogy nézzük, hogy jaj, milyen volt, milyen szép volt, milyen jó volt, és most már nincs.
Hányan élnek faragásból itt Bodonyba? Itt Bodonyba én faragok csak. Egyedül te faragsz. A régi házakat azt nagyon kedvelik, tehát pestiek meg alföldiek is. Úgyhogy azokat nagyon kedvelik, tehát az előbb-utóbb el kellnek, tehát mindenképpen ilyen hétvégi háznak. Hát rengeteg, nagyon sok az idegen, de túlnyomó részben, sőt, úgy is mondhatnám, hogy nagyon rendesek, tehát nincs semmi probléma. Hát egy nemzeti kultúra elszegényedése akkor jelentkezik, amikor ezek a tájegységi értékek vesznek ki belőle, és egy uniformizált, könnyen fogyasztható konzervkultúrát kap, amiről azt hiszük, hogy palóc, amiről azt hiszük, hogy barkó, vagy azt hiszük, hogy székely, holott valamilyen mesterségesen kreált elemeiben, gyökereiben, lehet, hogy a hagyományokhoz visszanyúló, de valójában már egy csinált dolog. Ez nagyon nehéz, ez egy 21. századi probléma, hogy egy nemzeti kultúra hol és meddig marad meg nemzetinek és népinek, és hogyan lehet ezeket megtartani és megőrizni. Erre most még a palockutatók sem tudnak választatni. Te egyébként hogy látod a mai falut? Én úgy látom, de az én falunk Mátraszele azért különleges ebből a szempontból, mert itt elég sokáig volt bányászat, illetőleg mivel közel vagyunk várost, az eléggé nagy volt már 20-30 évvel is az elvándorlás munkavállalás céljából, úgyhogy ez itt azért a hagyományok eléggé föllazultak. Úgy gondolom, hogy nálunk, ha például egy tájházat szeretnénk összehozni, akkor még ugyan talán a 24. óra utolsó perceibe volnánk. De a hagyományok most már teljesen kiveszőbe vannak. Amiket mi összetudtunk gyűjteni a könyveinkben, egyébként a könyveket nem csak én írom, hanem elég sokan mások is, azok már szerintem csak töredékei mindannak, amit össze lehetett szedni. Az a korosztály, amelyik most már a 70-80-as éveit éli, azok sorban halnak meg. Alig találok, talán az egyik kezemön meg tudnám számolni azokat a fiatalokat, akik azért még sok mindent átvettek az öregektől, és emlékeznek mondjuk hiedelmekre vagy szokásokra. Asztalos voltam. És mi mindent csináltam? Meg kordót csinálom, meg kerékt csinálom, meg eszváltam, meg motorlam, törő, mint kendőtörő, mindent. De hát ezek most mind szépen kimennek a divatból. Ezek már kimentek a divatból. Kimentek a divatból. Nagyon sok a munkanélküli. Én pontos számot nem tudok mondani, de elég magas százalék a falunak. Gondolom, hogy ahogy így belegondolok, szerintem az országos átlagnál azért jóval magasabb. Én becsülnék olyan 12-15 százalékot is. Annyit tudok, hogy a bányászok között volt egy nagyon nagy összetartás. Hát ez azért megkövetelte a munka. Még hallottam olyasmit is, hogy bányában történt balesetnél a volt haragos, akivel összesen szóltak, amikor megtörtént a baleset, akkor a két kezével kaparta ki a lezúduló homok alól azt a haragosát. Tehát ott volt egy nagyon nagy összetartás, egymásnak mentek segíteni. Ezek lazultak nagyon fel. Ezek az erős kötelékek, amik egymáshoz fűzték az embereket a munkahelyen kívül is. Ez a régi borotvatartó, ezt azért csinálták akkor, hogy a gyerek ne férjen hozzá a borotvához, és ilyen kicsit ilyen trükkös zárja van neki. Ennek is van egy túlfejlesztett változata, vagyis egy továbbfejlesztett változata, aminek még van 4 lába. És tudni kell, hogy melyik lábát kell kivenni ahhoz, hogy ezt a kis zárat ki lehessen nyitni. Szóval az melyik biztonságosabb. Nálatok gyerek van? Igen, van egy lányom. Hány éves ő? 19, most 5. éves, ilyen angol-francia szakra jár. Egerbe. És menni akar majd tovább tanulni. Igen. Hova? Hát ez még 100%-osan nem döntött el, de mindenképpen valamilyen külkereskedelmi valamire gondol. Visszajön majd a faluba? Nem tartom valószínűnek. Itt tulajdonképp azzal a
iskolájával, amit elvégzett eddig, azzal nem tud érvényesülni. Különben nagy határ ez a Borony, de hát már most tenki a mennben. Nincs legelő, nincs jó szár, nincs semmi. Ez a baj benne. Még aztán, hogy a fiatalság szétszélyet elment Sasvárhoz dolgozni, Parárfürdőre, Mátraházához, Tratóriumba. Így vannak el helyezkedve sokan dolgozni. Mert hát, hogy itt mit csinál a faluban? Hölgyet nem bír dolgozni, nem dolgozza. És legalább jó lakzik, jó mulatságok vannak-e még nekem? Hát, azok voltak jó. Már most nincsen. Ugyan már, hogy nem ismerik itt a magyar nótát. Elmentem én a szekerrel, onnan leestem a fűdre. Nagyon megüttem a nyakam, utána meg a két vállam. A nyakamot, két vállamot, utána a két káromot. Oda megyem, Bartusz János, vigyük be hát innen ma most. De hogy maga ő nem bírta, Pest a szomszédját szólítja. Igazából a kezdet majdnem megegyezik a Norbiéval. Én egy picikét hamarabb kezdtem el táncolni, olyan 7-8 éves lehettem, amikor Nagy Ildikó a Fehér Lilium szálak közé dobott, tehát Szepsiben megalakult egy gyerektáncsoport, ahol csak lányok voltak egy ideig, azután majd kedvet kaptak a focista fiúk is. Ez nagyon tetszett nekem, mivel olyan helyekre vitt minket, ahol lestük a nagyobbakat, hogy táncolnak, hogy szerepelnek a színpadon, és a színpad után, amikor lejöttek és buliztak, táncházba mentek, az valami csodálatos élmény volt. Az fogott meg engem igazán, nem a színpadi öröm, a taps. És minden vágyam az volt már 14-15 éves koromban, hogy én is valamikor egy ilyen kis társaságot vezessek, és hát nagyon örülök, hogy ez összejött. Én úgy gondolom, bár ezt ők tudnák megmondani, de én egyre jobban felerősödőnek látom azt a réteget a csoporton belül is, akinek ez egyre fontosabb érzelmi töltést is ad, és ahogy nőnek azok a táncosok. Tehát én is természetesen van egy elemorzsolódás, amely gondolom, hogy minden műfajon belül érzékelhető, viszont akik most a nagyobb generáció közül, vagy idősebb generáció közül itt vannak. Én úgy gondolom, hogy már nagyon komolyan érzik azt, és értékelik azt, hogy ez egy kultúra. Tehát túllép azon, hogy ez egyfajta mozgás kultúra, hanem hogy a saját kultúránkkal való ismerkedés. És visszatérve a kérdésre, de az, hogy ezek a dalok, amelyeket itt megtanulnak, mennyire élnek tovább. Úgy gondolom, hogy igen, mert hazamegy a gyerek, és egyrészt egy érzelmi kötődés is van már is a dolgokhoz, mikor előjön az, hogy most mi ezt tanultuk, és kiderül, hogy ez a épp nagyapa kedvenc nótája volt, vagy tehát valamiféleképpen kötődik a hagyományhoz, és kötődik ehhoz a légkörhöz és millióhoz, régióhoz, amelyben mi itt élünk. Ez a régi viselet már nem a mai világban van. Én nagyon szerettem hordani és felvenni ezt a viseletet, de azt hiszem, hogy ebbe a korba már nem. Kinevetnének miatta? Igen. Te esküvő után is te leszel a magyar, játszasz-e továbbra is az együttesbe? Szeretnék benne maradni. Mind továbbra is. Van? Ez a más... Nem, úgy, mint fátyolos menyecske. Új menyecske. Valóban férjhez mész, akkor utána már nem leszel soha többet menyasszony, még játékból se? Majd jönnek makkora kisebb. Talán, ha más elvállalja, annak én átadom ezt a szerepet, és csinálja az. És vajon leszel, ki elvállalja? Én reménykedek abban, hogy talán a mostani fiatalokból lesz egy olyan, aki el fogja vállalni. Tudsz valakit ilyen név szerint a faluba? Mondani nem tudom.
Magának énekele itthon, ha egyedül van. Ma most nem nagyon jobban szenteseketé. De az előtt bizony, mikor a pusztón is laktunk, mert azt mondtok, hogy nekem nem itt kellene lakni ebbe egy kis faluba, azt mondja, hanem azt mondja, valahol Pozsomba kellene lennie, ahogy én énekelök, mert azt hívtak minden felülről, ugye, mentünk, mert ma a falu ünnepséget is csináltak, azt akkor oda is hívtak szerepelni, mert bejáratossal szerepeltünk, meg gólyatonccal, meg olyan vicces mondókokkal, meg minden. Nemrég is voltunk, Magyar Bajó, oda is meghítak, olyan zászló ótadós volt ottan. Mihály Gergelyen, oda is hítak minket. Én vagyok a vezetőjük a csoportnak. Pedagógus nincs is mellette? Nincs. Hányan vannak? Hát mikor, hogy? Például így ebbe a bejáratosba, még ebbe a szereplésbe, ebbe vagyunk 20-22-en. A nőéneklő csoportokban meg szoktunk lenni, mikor, hogy 12, 10, 8, még olyan kicsi voltam. Emlékszik rá, 3 éves voltam, és volt egy temetés. Azt akkor mondtak, hogy én szépen tudok énekelni, kislyont elvitt édesanyom. Azt ott énekeltettek velem asszonyok, hogy nohot, mit tudok én énekelni, olyan szentes éneket. De én nem nagyon bírok ülve énekelni el. És az volt a legelső énekem a szent énekből, hogy van egy, aki én szeretné a Szűz Máriát, aki hozzánk így intézi anyai szavát, mindjárt én hozzám jöjjetek. Letörlöm bánatos könnyeiteket. Én nagyon örülök annak, hogy látom azt, hogy a palucok ezen a helyen külön gyakorolnak egyfajta ilyen, hogy is mondjam csak, félig népi szokás, félig vallási szokás. Mátraverebély Szentkút végül is palóc földön van, és palóc hely, és itt úgy tisztelik a szűzanyát, hogy itt egy barokk kegyszobor van, ami fából készült és öltöztetős. És öltöztetik a szűzanyát. Méghozzá adácsról jár ide a Margitka, aki szokta öltöztetni. Ez azt jelenti, hogy pünkösdre piros ruhát kap a szűzanya és a kis Jézus, mert hát a szobor az úgy néz ki, hogy a karján tartja a kisded Jézust, a szent szűz, és meg vannak koronázva mindketten. Ez a szobor már 1705-ben itt volt. És azóta is mindig, ugye öltöztetős szoborként működik, Nagyboldogasszonyra pedig fehér ruhába öltöztetik, és kék háttérrel. Tehát ez a szűzanya öltöztetése, ez egy élő dolog itt Mátraverebély Szentkuton. Számomra mindig nagy élmény, amikor látom, hogy hát segítséggel vár, de leveszi a kegyszobrot, levetközteti, és hát megtisztítja a fát, és éppen pálinkával tisztítja meg, ez a népi tisztítószer úgy látszik, és hogy öltözteti új ruhába a kegyszobrot. Ez is egy kegyelem kiáradása. És valóban itt van a szűzanya. Noha tudjuk, hogy az csak egy szobor, de a szobornál ott van jelen az élő személy, aki szeretettel fogadja a palócokat. Ezért a legényért nem adnék egy almat, aki minden, szombat este keresi a lovat. Ne keresd a lovat, mert be van a hajtva, doma az íres bíró udvarába szól a csengő rajta. Azután pótlás. Itt leselkednek, kopognak óvodák, amikor mennek sétálni délelőttönként, integetnek, hogy szia, Lia néni, jöhetek jövőre, mert már iskolás leszek. Jön magától. Nem kell hirdetni semmit. Soha nem szabad azt hinnünk, hogy a palóc kultúra befejeződött. Vége van, hogy már nem lesz többet, aki karikásostor tud faragni, vagy csattintani vele. Nem lesz többet népviselet, mert már mind kivetkőztek.
Nem, ezek csak felszínes, látványos jelei. A palóc mentalitás, a palóc tehetség, a palóc alkotó léleknek a megnyilvánulását kell nekünk megőrizni, és valamilyen módon megjeleníteni, hogy igenis létezik. A mondottak alapján milyennek látod a palócság jövőjét? Elkezdődött a visszaszámlálás Kálmán bátyám, és a derék néprajzosok jóvoltából egyre többen veszik észre, hogy ezen az üzleten veszíteni is lehet. Egy közmondás szerint a palócnak huncut hájjal van megkenve a púpja. Ez jó, ezt még nem hallottam, de látom, hogy már vacogsz. Mit mondasz búcsúzónak? Még mint kisgyerek hallottam, hogy ezelőtt majd 100 esztendővel a falunkban, a templomdomb alatt házépítésbe kezdett Tóth Bertus. Ahogy az alapokat ásták, egy gondosan kitapasztott száraz verbet találtak, benne több vék a gabonával. A búzaszemek megbarnultak, és csak találgatni tudták, hogy tűz közelsége, vagy csak az idő múlása okozta a változást. Megőrölni nem akarták, állatoknak odadni sajnálták. Végül úgy döntöttek, hogy elvetik. Várj, kitalálom. A veremben talált búza jó termést hozott. Különben mi értelme lenne a történetnek? Hát, Isten veled, barátom. Feloldozlak, és penitenciaként higgyál meg egy fél deci borovicskát. Vasári! Thank you.